Folyik a padok fertőtlenítése az új 7. osztályosok tantermében. Lassan felkerülnek a termekbe az új deluxák is, a megújult könyvtárteremben pedig összekészítve várják gazdáikat a tagkönyvek. Gyakorlatilag felkészültünk az új tanévre, mondja Novot Nébán Erzsébet igazgató. Nagyon sokat dolgoztunk a nyáron, sokat készültünk mindenféle értelemben, tehát tapasztalatokat is összegeztük, amit az előző fél év során szereztünk, illetve megpróbáltuk az iskolát is egy kicsit még komfortosabbá, még szebbé, még használhatóbbá tenni. Itt a könyvtárteremben is minden megújult, klimatizált lett a terem, új könyvespolcok kerültek be, olvasóterem megújult, illetve a gyerekeknek, a két kezdőosztálynak a tanterme is teljesen megújult. A sötétítő redőnyöktől kezdve az új műanyagpadlóig, asztalokig, székekig, tehát megpróbáljuk valóban még szebbé varázsolni és használhatóbbá tenni és otthonosabbá tenni az iskolát. Nagyjából ugyanannyi gyerek jár majd idén is a gimiben, mint tavaly. Két osztály lesz az új diákoknak, lesz egy 7-es, ahol 36-an, és lesz egy 9-dik, amiben 25-en járnak majd. Megpróbáltuk természetesen a digitális tananyagokat is gyűjtögetni, és tapasztalatokat összeszedni, fölkészülve arra, hogy hát ha szükség lesz rá. A gyerekeket is megpróbáljuk természetesen fölkészíteni majd az első napon, az első héten arra, hogy mire ügyeljenek, mire figyeljenek, illetve ha mégis szükség lesz a digitális oktatásra, akkor a legalapvetőbb ismeretekkel megpróbáljuk segíteni az első egy-két hétben, főleg informatika órákon majd a gyerekeknek a felkészülését. Az osztályozó vizsgák egyébként éppen most zajlanak, hiszen az előrehozott érettségik elmaradtak. Most viszont ősszel itt az iskolában lesz az előrehozott érettségizőknek az előrehozott érettségie, idegen nyelvből, informatikából, és talán még egy-két tanuló más tárgyból is vizsgázni tud. Tehát idáig ezt meg tudtuk oldani, már voltak a gyerekek az iskolában, és most is jelenleg is itt vannak, az osztályozó, a szóbeli osztályozó vizsga zajlik, úgyhogy remélem, hogy gond nélkül fogjuk kezdeni ezt a tanévet. Egy picit új lesz a tanév során az, hogy az új NAT-ot kell most már alkalmaznunk, picit változnak az óraszámok, illetve egy-két tantárgy, valami eltűnik, lesz talán, hát új tantárgy, talán nem csak más az elnevezése, és egy kicsit csökkennek az óraszámok összességében, nem sokkal, de néhány órával valóban kevesebb lesz majd a gyerekeknek. És már most a következő tanév előkészítése is megkezdődik, kicsit versenyt futva az idővel. Szeretnénk a következő tanévtől kezdve középiskolai felvételit szervezni a hozzánk jelentkezőknek. Nagyon sok volt a jelentkező az idén, és talán így igazságosabb, hogyha nem csak az általános iskolai eredményeket veszük figyelembe, hanem az írásbeli, illetve szóbeli vizsgát is tervezünk, ennek az eredményét is. Úgyhogy ennek érdekében, hogy ez sikeres legyen, ezért felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk a jelenlegi 6-osok és 8-osok számára. Nyílt napot is szeretnénk továbbra is lehetőségekhez mérten megszervezni, valószínűleg minél korábban, amíg nem jön az influenza, illetve a Covid vírus, tehát szeretnénk, ha diákok, érdeklődő diákok tudnának találkozni az iskolával, kollégákkal, az itt lévő diákokkal. Erre várhatóan már szeptember végén, október elején sor kerülhet. Novotny Bán Erzsébet azt mondja, szem előtt tartanak mindent, ami az év biztonságos lebonyolítását célozza, hiszen ez az egyik legfontosabb kitétele az idei tanév sikeres lebonyolításának.